következő történt, 30 nap maladékot kaptak. Balázs. A végrehajtás kérő kérelmére, ugye ezt tartalmaz a jegyzőkönyv. Gyakorlatilag más nem történt. Én átadtam a névjegyemet ugye a jogi képviselőjének, a végrehajtást kérő jogi képviselőjének, aki egyébként egy gazdasági társaság, egy ZRT. Ennek ellenére ugye a tulajdonosai mások az ingatlannak, tehát ez a fajta összeférhetetlenség ez egyelőre nincs feloldva. És mivel a jogi képviselő asszony további beszélgetéstől nem zárkózott el, azonban nem jött létre közöttünk, én a névjegyemet tudtam átadni a részére, én mindenképp várom az ő megkeresését, illetve mi levél útján meg tudjuk a végrehajtást kérőt keresni, és kérni tudjuk tőle ugye erre a mai eljárási cselekményre hivatkozással, hogy bérleti jogviszonyt, valamiféle megállapodást kössenek a felek egymással, hogy amíg ugye a büntetőügynek, polgári ügynek nincs vége, tehát ugye a csaló nem vonható felelősségre, addig kössenek egyfajta megállapodást a felek. Bocsánat, ön a káros volt? Igen. Az egyik a édesanyja, a másik, ugye? Káros voltnak az ügyek helyen. Hányan érünk? Nagymamám, én, anyám. És most azóta is keressük őket, de nem igazán. Egy nevet hadd kérjük utána. Márki. Az önét. Ja, Gecse Tibor. Milyen? Gecse Tibor. Gecse Tibor. Köszönöm. Valás. Valás. Kérdőre. Meghatalmazások ezek kellene. Ügyvéd úr, erre életünk nagyon nagy hangsúly. Ez ne tényen el, jó? Mert ezt szólták rá. Ez maradjon szerintem önnél. Ez is az öné. Erre megkössünk nagyon nagy hangsúlyt, fel esetén, hogy a felek nem számoltak el. A magyar ingatlan hitel pénzügyi ZRT, igen, ő a Igen, de viszont nézze meg, 2008-2009-ig kötötték a szerződést, és ez a cég, ez a... Igen, és azt sem tudjuk egyébként, hogy most vételi jogban éltek, vagy árverezték, vagy mi történt. Tehát biztos, hogy erre hivatkozunk. Vételi jog, hát a tulajdonképpen nem vételi jog van bejegyezve, vételi jog alapján szerezte meg az ingatlan. Viszont ez a cég, hol van, ez a Magyar Ingatlan Hitel Pénzügyi ZRT tudomásom szerint 2008-2009-ig kötötték a szerződést, ők meg 2009 februárban lettek a jegyzőre. Tehát ezt a cégbíróság érzem utána, tehát maga a szerződés kötés nem lett volna, nem érvényes. ZRT, jó? Ezt feltétlenül ezt megnézzük az ZRT-t, megnézzük a szerződést, vagy esetleg hogy történt a szerződés kötés. Honnan vettek föl hitelt? Tud róla valamit? Ez az ingatlan ZRT. Itt a Magyar Ingatlan Hitel Pénzügyi ZRT-t vették fel a hitelt. Igen, és refinanszírozunk. Hát az... Jó, rendben van. Legszemettebb van. Rendben van, hogy most fel kell venni majd a kapcsolatot a végrehajtást kérővel, hát ha meg tudnánk vele egyezni, ugye? Eddig ebben maradnak az ingatlanban. Ugye a polgári eljárás folyamatban van, annak utána nézek, hogy a közjegyző asszonynál mi a helyzet, megnézem, hogy a pótmagánvádnál mi a helyzet a bíróságon, és jegyzőkben megpróbálunk beegyeztetni egy megfelelőzési jogot. Ugye mind a kettő csak ugye induljon el valamelyik eljárás, mert mind a kettő csak ugye elemegővel óta be van adva. Jó lenne, ha sikerülne a bíróságot megfogni, mert az viszont gyorsabb és meghamarabb is jegyzik a Tibi, mindenképpen az a kérésem, majd a telefonszámomat tud adó, hogy ekkor, mikor megállapodnak ezzel a Zsoltán, legyek jelen. Mindenféleképpen. Jó. Mindenképpen szóljatok meg az ügyvéddel mentek. Rendben. Amiben tudunk, segítünk, mellettetek vagyunk, nem fogjuk egyedül kirakjanak az utcára. Rendben. És fel a fejjel. Most tudjátok, le vagytok írva? Mert, igen.